Pünkösdölőt tartottak a Takács Péter úti óvodában. Osztósné Kovács Éva tagóvoda vezető elmondta, az óvoda mindhárom csoportja bemutatkozott itt, de a szülők jelenléte nélkül kellett megtartani az ünnepséget. Minden évben megtartják a pünkösdölőt, melyet gyermeknappal kötnek egybe. A csoportok külön-külön készültek, és itt látták egymás műsorait, melyben volt pünkösdi király és királynő választás, de három pillangó meséje és a virágtánc is nagy sikert aratott. Nálunk hagyomány, hogy pünkösdölőt tartunk, és gyermeknapot így tavasszal, és izgultunk valóban, hogy a pünkösdölőt meg tudjuk-e tartani kint a szabadban, hiszen a szabályzóink azt írják elő, hogy kint a szabad levegőn lehetünk így együtt. A gyermekeink tudják, hogy a pünkösdölőre minden tavasszal számíthatnak, a nagy csoportosok már szinte várják is, hogy mikor lehet pünkösdi királyné, vagy pünkösdi király, bárkiből is. Ezért az előző hetekben már naponta játszottuk ezt a játékot, hogy mindenki sorra kerülhessen, mindenki átélhesse ezt az élményt, és a mai napra is elég izgatottan készültek a gyerekek. Itt mutatták meg először a többi csoportosoknak a saját pünkösdőjüket, hiszen mondjuk meg őszintén minden pünkösdől egy piciben más, ahhoz a csoporthoz igazodó. A pünkösdőlő mellé társultak a másik két csoportbeli gyermekek is gyönyörű tavaszi műsorral, a három pillangóval és azzal a fantasztikus virágtánccal, és így volt kerek az egész. Az ősszel iskolába menő gyermekek már nagyon figyelnek társaikra, segítik a kisebbeket. Ősszel 27 gyermek kezdi meg az iskolát ebből az óvodából. Már most teljes mértékben látszik, hogy melyek azok a gyerekek, kik azok a gyerekek, akik ősszel már elmennek tőlünk és iskolát kezdenek. Olyan jellemű gyerekekről beszélünk, olyan jellemek jönnek ilyenkor már elő, hogy gondoskodóak, odafigyelőbbek a társaikkal, felelősséget éreznek irántuk is. És igen, ez látszott is az egész délelőttől. Nehéz lesz az elválás, a búcsú az óvodapedagógusoknak és a gyermekeknek is, hiszen három évet töltöttek itt együtt. Ezek a gyerekek három éves koruk óta itt vannak, van, aki már korábban is. 3-4 évet együtt töltöttünk reggeltől délutánig, és hozzánk nőnek. És az elválás az mindig nehéz. Most is így lesz ez. Így szabadtéren megtartják majd a ballagási ünnepséget is, ahol a nagycsoportos gyermekek határozott kiállással lépnek majd itt fel, de a nyári programokon is sok élményhez juttatják majd a Takács Péter úti óvodásokat az óvodapedagógusok és a dajkák. Ott már a nagycsoportos gyerekeink, mint ahogy most is látszott, határozott kiállással élnek majd az ünnepség alatt. Határozott egyéniségüket mutatják meg, az a nagyságot már, amivel őket elengedjük. És igen, ez az, ami bennünket ilyenkor egy kicsit könnyebbé tesz, hogy már most nem tudunk nekik többet adni, el kell, hogy engedjük őket.